árvízből, tűzvészből, tengernyomjából, sorsos szegénységből valahogy kiállhat. Címerére, hogyha címere lett volna, a 100 szerszám bele sem fért volna. Pákolic István Paks című versével nyitották meg a Tolna megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület 25. megyei találkozóját október 5-én a Paksi Városi Múzeumban. Az egyesület harmadik alkalommal látogatott Paksra. Ez az egyesület a hagyományok ápolására, az értékek megőrzésére jött létre 1992-ben. Ma már a néhány tag, aki elindította ezt az egyesületet, most már 130-an vagyunk. 130-an a megye különböző pontjaival, szinte minden régióból vannak tagjaink, és fogadnak minket nagy-nagy szeretettel. A köszöntők után az egyesület megemlékezett az 1848-49-es szabadságharc 175. évfordulójáról, majd ezt követően bemutatták az egyesület elmúlt 25 évét. Majd a díjak, emléklapok átadása következett. Ezek közül is szeretném kiemelni a Bél Mátyás díjat, amit a fölöttünk álló Honismereti Szövetség ad ki. Ez a legfontosabb díj, amit a honismeretben meg lehet kapni. Ez dr. Kiszler Gyulán érdemelte ki, és tettünk javaslatot. Ezt azért emelném ki, mert országosan 3 díjat kapnak. És azt is szeretném kiemelni, hogy az első, hogy az elmúlt években mi szinte minden évben Tolna megyéből került ki vagy Bél Mátyás díjas, vagy úgynevezett honismereti emlékéremért díjasunk. Az egyesület saját alapítású Egyed Antal díját Bartecka Mária, az egyesület titkára, illetve a Tengelici Értéktárbizottság kapta. A honismereti konferencia második része kifejezetten Paks történetére fókuszált. Paks, múlt, jelen, jövő, Lussoniumtól az Atom City-ig címmel. Ez nagyon változatos módon tekinti át, akár Paks történetére vonatkozó Lussonium daróciak, akár egy ilyen recens történetszemületen keresztül Halászfalutól az Atomvárosig, akár az irodalom történet számára nagyon fontos Pákolic Istvánra vonatkozó újabb kutatási eredményeket, valamint hát a múzeumhoz kapcsolódó építészeti, tehát a Deákászhoz kapcsolódó építészet történeti kutatások eredményeit, illetőleg a múzeum szerepét a város életében, és hogy a jövő felé is pillancsuk egy kicsit a Paks 2 projektnek az aktualitásait is. Nagy Balázs Paks alpolgármestere szerint a város életében fontos a múlt feltárása. Kiemelten fontosnak tartja az egyesület tevékenységét és Egyed Antal lelkészi munkásságát is, amely hatással volt a városra. Nekem ugye, mint könyvtárigazgatónak, nekem azért is érdekes az ő személyisége, mert Vörösmarty Mihály is előhozta őt úgy, hogy igazából nagy hatással volt rá, mert Egyed Antal költeményeket is írt. És ez a társaság, akik most itt vannak nálunk az egyesület tagjai, mind a történelemet szerető emberek, olyanok, akik Paksnak a történet kutatásáért is sokat tudnak tenni. Ez azért is fontos igazából, mert 2029-ben ugye a város 50 éves lesz, és mi egy nagy monográfiával készülünk, ugye most már majdnem 50 éves a nagy monográfiánk, ami eléggé elavult, és ezt a tudásanyagot fel kell frissíteni, szóval az ilyen összejövetelek nagyon jók arra, hogy mi ebbe a munkába előre haladjunk. Az előadásokat követően a résztvevők megtekintették a Paksi metszetet, majd kirándulást tettek a Lussonium erődjébe. A találkozó létrejöttét az MVM Paksi Atomerőmű ZRT, a Paks 2 ZRT, valamint Paksváros önkormányzata támogatta.